Körülöttem csupa ökoturista ül. Én is, én is ökoturista vagyok. Aki kimozdul az otthonából, hogy a szabad idejében megtapasztaljon élőlényeket, egy élő rendszert, az ökoturista, mert pedig minden tájat élőlények, lények, élő rendszerek hoznak létre, és adják meg a jellegzetességeit. Nem voltam mindig ökoturista. Itt például nem vagyok ökoturista, itt Balatonparti lakos vagyok, szemlátomást rá se hederítek a tájra, a Balaton még a mindennapjaim része. Itt már, itt már ökoturista vagyok, szemlátomást elindultam a parttól, kiléptem az otthonomból, leültem arra a kőre, hogy a Balatonnal és annak az élőlényeivel kapcsolatot teremtsek. Itt megint csak nem vagyok ökoturista, dolgozom, vízmércét szintezek egy kutatáshoz, de térdig a Balatonban. Ez a kép pedig azt a pillanatot kapja el, amikor balatoni lakosból ökoturistává változom hiszen összepakoltunk és elindultunk biciklitúrázni a családommal. Lehet vitatkozni arról, hogy ezen a képen vajon ökoturista vagyok-e. Hiszen a parkúr egy sport a körről körre ugrálásról szól elvileg, de abban azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy sokkal kellemesebb dolog a Balaton partján itt Füreden körről körre ugrálni, mint valahol egy nagyvárosban. És épp ez az, hogy az nem ökoturista, aki a világ végére is elmenne, hogy meghallgasson egy koncertet, megnézzen egy kiállítást, részt vegyen egy előadáson. De a koncerteket, az előadásokat gyakran szervezik szép helyekre, ahol a táj, az élő rendszer része az élménynek. Ahogy itt fölöttünk elhúzott az a seregélycsapat, csapat, ahogy leláttunk a Balatonra, hogy jönnek, mennek a felhők, ez része annak, amit most megtapasztalunk. Ökoturisták vagyunk. De mi is az, hogy élő rendszer? Mi az, hogy ökoszisztéma? Ugye élőlények és a közöttük levő kapcsolatok. A legismertebb kapcsolat két élőlény között a nagyhal megeszi a kishalat. Mit eszik a kishal, még kisebb halat, a még kisebb hal vízibolhát, hát a víziból ha a vízben élő apró algákat, ez a tápláléklánc, amiről mindannyian tanultunk az iskolában, de valójában inkább táplálékhálózatnak kéne hívni, ugye egy élőlény nem csak egy másikkal táplálkozik általában. Aztán nem csak táplálkozási kapcsolatok vannak. Itt van például a nádi tücsökmadár. A nádi tücsökmadár a nádra rakja a fészkét, ökológiai kapcsolat van a tücsökmadár és a nád között pedig egyik se eszi meg a másikat. Aztán vannak földrajzi ökológiai kapcsolatok és élőhely foltok közötti kapcsolatok. Ha az egyik foltban már nagyon sok a tücsökmadár, mert az egy annyira jó folt, akkor át fognak repülni a másik foltba, akkor is, ha az egy kicsit rosszabb, és ott fognak fészkelni. Mindaddig, amíg megvan az összeköttetés az egyik folt és a másik között, addig ebből a kicsi rosszabb foltból sem fognak kipusztulni a tücsök madarak, megmarad a jellemző élővilága. De ezek az összekötöttségek, ezek adják a feltételeit annak, hogy ne pusztuljon ki a kisebb vagy rosszabb foltokból sem a rájuk jellemző élővilág. Ha megnézzük a Balatonnak a felszimborítás térképét, és itt most szándékosan csak a vízes élőhelyeket tettem föl, sötétkék a nyílt víz, a világosabb élőhelyek azok nádasok, a rétek erdők, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok kicsi folt van hálózatban. És ezeknek a foltoknak, ennek a hálózatnak az összekötő kapcsa a, a kerékagy, a hub az, a Balaton, pontosabban a Balatonnak a vízparti élőhelyei. Ezek adják meg az egésznek a stabilitását, teremtik meg a létfeltételeit. De ha elszakadunk a térképtől, és megpróbáljuk az ökológiai kapcsolatokat valamilyen módon modellezni, végig gondolni, elválasztani a fontosabbakat a kevésbé fontosaktól, akkor ugye az első feladatunk az, hogy megállapítsuk, kik a fontos szereplők, és utána majd őket fogjuk vizsgálni. Amikor ez volt a feladatom kutatóként, akkor Hát leültem egy papírral, felírtam a 12 legfontosabb dolgot, amit úgy össze tudtam szedni, és aztán körbejártam a kollégáimat, mindenkit, aki valamilyen csoporthoz ezek közül értett, hogy mondja meg, írja be egy táblázatba, hogy az egyik hogyan hat a másikra. És aztán ezt a táblázatot értékeltük ki, ebből lett egy modell, amit szeretnék itt bemutatni. Hát kik a szereplők? A tápanyagterhelés. A tápanyagnak nevezzük azokat a vízben oldott anyagokat, amiket a növények, az algák felvesznek, ami nem árt nekik, hanem tulajdonképpen használ nekik a vízszint. Ugye a vízszintről már beszéltünk, a csapadék, a párolgás és a zsilip nyitása, csukása határozza meg a vízszintet. A nádasok, a hinár, és itt vannak az algák. Az algák apró, egysejtű élőlények, vagy telepes élőlények, a víz viszi őket ide-oda, nem nagyon tudnak mozogni vagy úszni, csak egy kicsit, és a nap és a víz tápanyagait felhasználva építik fel a saját testüket. Aztán itt a, a zooplankton, az óplankton azok azok az állatok, akik a vízben lebegve élnek. Megint csak nagyon kicsik, de már több sejtőek, állatok, és ők elsősorban az algákkal táplálkoznak, néha egymással. Az óbentosz azok, azok az élőlények, azok az állatok, akik az üledék felszínen, vagy a vízben levő tárgyak felszínén élnek. Jellemzően ugye lárvák, férgek, csigák, kagylók. Akkor itt vannak a halak, őket ismerjük, de nagyon nehéz megszámolni őket. Itt vannak a, a gerincesek, vagy nevezhetnénk őket úgy, hogy szép ragadozók, ezek azok az állatok, akiket szeretünk látni a tavon. A vidrák, a gémek, a mocsári teknős, ugye ezek jellemzően más állatokkal táplálkoznak. És itt jönnek be az emberi tevékenységek, mert ezek is nagyon fontosak az egész rendszer megértéséhez. A, a hajózás, a partvédelem, a fürdőzés és a horgászat. Ezek lesznek azok a szereplők, akiknek a kapcsolataival egy kicsit foglalkozni fogunk. Hát milyen kapcsolatok tudnak lenni? Ha visszatérünk egy pillanatra a táplálkozáshoz, az egy negatív kapcsolat. Ha sokkal ragadozó, kevesebb lesz a hal. Vannak pozitív kapcsolatok is, ha sok a tápanyag, akkor több lesz az alga. És ugye könnyű belátni, hogy vannak erősebb és gyengébb kapcsolatok. A táplálkozási kapcsolatokat erősnek tekintettük, vagy azt, hogyha az egyik csoport a másiknak a kulcsfontosságú élőhelye. Vékony nyilal jelöltük, gyengébb kapcsolatnak tekintjük az ennél kevésbé szoros összefüggéseket. És ezek a kapcsolatok láncolatokba, lépcsőkbe, az úgynevezett kaszkádokba tudnak rendeződni, és így egy-egy hatás végig tud menni az egész ökoszisztémán. Például a tápanyag az algákon keresztül tudhatni az óplanktonra, tudhatni az óbentoszra, és ez a hatás továbbadódik a halakon keresztül a ragadozókra és a horgászokra. Sok-sok egymást követő lépésen át. De nem csak így tud egy csoport több másikkal összefüggeni, hanem úgy is tud, hogy egy csoport közvetlen szoros összeköttetésben van több másikkal, mint egy legyező. Az ilyen legyezőknek a kiinduló pontjai, azok nagyon érzékeny pontjai a rendszernek. Például a nádas, ami ugye egy fontos élőhelye nagyon sok csoportnak. Aztán két csoport tud egymással kölcsönhatásban is lenni, oda visszakapcsolatok is lehetségesek. A rendszer elméletben negatív visszacsatolásnak nevezzük, ha az egyik kapcsolat ilyenkor pozitív, a másik meg negatív. Ugye ezek szabályzó körök. Ha sok a vidra, kevesebb lesz a hal. Ha kevesebb a hal, kevesebb lesz a vidra, tehát ez egy egyensúlyra törekszik ez a folyamat. Nem így a, a pozitív visszacsatolások, vagy hétköznapi nyelven ugye ördögi körök, ezek önerősítő, öngerjesztő folyamatok. Bizonyos körülmények között az algák bele tudnak szólni a, a tápanyag terhelésbe. A nappal oxigént termelnek az algák, mint a növények, de éjszaka ők is délegeznek, felveszik az oxigént a vízből, ha pedig kevés az oxigén a vízben, ki tudnak szabadulni a tápanyagok az üledékből. És ez azt jelenti, hogy az algák, ha sokan vannak, növelni tudják a tápanyagok mennyiségét, ami újra az algák mennyiségét növeli. Pozitív visszacsatolás, ördögi kör. És hát nem minden összefüggést ismerünk még mindig. Ezek a vékonyka kék nyilak olyan összefüggések, amikről tudjuk, hogy léteznek, tudjuk, hogy ez a két tényező nem független egymástól, de nem tudjuk, hogy pontosan mi az összefüggés közöttük. Pozitív vagy negatív, erős vagy gyenge. És vannak még az ismeretlen, ismeretlenek, fekete nyilakkal jelöltük őket az ábrán, én sem tudom, hogy hol vannak. Tehát olyan tényezők, amikről nem tudjuk, ezek akkor fognak előkerülni, ha valami váratlan dolog történik a tavon. És ha mindent fölrajzolunk, ezek között a tényezők között az összes kapcsolatot, akkor ezt az ábrát kapjuk. Hajmeresztően bonyolult. Ugye ránézésre minden összefügg mindennel, de ez egy nagyon fontos üzenet. Az egyik csoporttól a másikig legfeljebb néhány nyílon keresztül el lehet jutni, mint a Facebook, ugye? Öm, nincs olyan alrendszere ennek az egésznek, ami független a többitől, ami nem függ össze vele. A, a fürdőzés, a horgászat, a partvédelem, ez az egész turisztikai ökoszisztéma, ez része ennek a nagy ökoszisztémának, bele van ágyazva, nem tudjuk tőle elválasztani. És nagyon nehéz megjósolni ennek a rendszernek a viselkedését. Nagyon érzékeny, hirtelen változásokra képes. Mi a teendőnk? Hogyan kell bánni egy ilyen rendszerrel? Kerülni kell a hirtelen mozdulatokat. Mutatok erre egy analógiát. Itt van a, a dédapám órája. Ez az óra, hát, legalább 160 éves. A nagypapámnak a bölcsője fölött már ez az óra ketyegett. Túlélt két világháborút, ostromot, kitelepítést, és közben végig a miénk volt, pedig ugye én akkor nem is léteztem még. De pont ez adja az értékét, ezért ez az óra az otthonom középpontja. Ha ülök a fotelben és hallom, hogy ketyeg, akkor, akkor otthon vagyok. De ahhoz, hogy ketyegjen, minden nap fel kell húznom, és ha csak egy negyed fordulattal tovább fordítom azt a kulcsot, akkor elszakad a rugó, és vége az órának így kell bánnunk ezzel az órával. Valahogy így kell bánnunk ezzel az élő rendszerrel. Hát ehhez képest nagyon is teszünk hirtelen mozdulatokat. A klímaváltozás a tó léptékében egy nagyon hirtelen mozdulat. És itt hadd fontos, csak egy kicsit az előttem elhangzottakon. Igen, voltak szélsőségesebb klimatikus állapotok, mint amit most megtapasztalunk. De ez a nagyon-nagyon gyors változás, ez a hirtelen változás, ez precedens nélküli az emberi civilizáció történetében és arról is tudományos konszenzus van, hogy ennek igen jelentős részét az emberi tevékenység okozza. Aztán itt van a, a vízszint szabályozása. Ha felrakjuk a Balaton vízszintjét erre a grafikonra, 1860-tól indul, mert azóta mérjük a vízszintet, alul kék vonallal az évi legalacsonyabb vízszint, fölül barnával a legmagasabb, pirossal az átlag. Akkor azt látjuk, hogy ez egy ingadozó vízjárás utó, amit az utóbbi időben próbálunk egyre szűkebb keretek közé szorítani. Az 1970-es évekhez képest is majdnem fél méterrel megnöveltük az átlag vízszintet, és a vízszint ingadozását pedig 50 centiről, hát kb. 20 centire csökkentettük le. Azok az asszályok, amik közfelháborodást keltettek, azok ekkora gödrök ezen a nagyon-nagyon ingadozó grafikonon a tó történetén. És most már tudjátok, hogy a vízszint negatív kapcsolatban van a nádasokkal. Miért van ez? Mert a nádasok az ingadozó vízjárású terület növényei, hogyha magasabbra kerül a vízállás, a nádasok a part felé szeretnének elhúzódni, és akkor csökken a területük, ha csak nem olyan a part. És a nádasok egy legyező kiindulópontjai nagyon érzékeny része ennek a rendszernek. Aztán a vízszint összefügg a tápanyagokkal. Mégpedig pozitív összefüggéssel. Minél magasabban van a víz, annál nagyobb a kockázata annak, hogy ilyen hőrétegződés, oxigénhiány alakul ki, és kiszabadulnak az üledékből a tápanyagok. Márpedig ezen lóg az alga tápanyag pozitív visszacsatolás, és ahhoz csatlakozik ez a lépcső, ez a kaszkád, az óplankton, az óbentosz a halak, és végül a horgászok. És hát van itt még egy pici vékony nyíl. A tóba kerülő tápanyagoknak a 3-5 át a horgászat során juttatjuk be, beetető formájában. Ez tényleg nem sok, de ugye egy ennyire érzékeny rendszert piszkálunk, ennyire érzékeny rendszert bolygatunk vele. Mi tud történni? Alga tömegprodukció tud történni. Ez a kép Vonyarc Vashegyen készült idén-nyáron ilyen zöld tud lenni a Balaton vize, fürdésre teljesen alkalmatlan, ugye az egészségügyi határértékek fölött van ilyenkor jóval, és hát három évvel ezelőtt a tó területének nagyon nagy része így nézett ki. Ez egy teljesen nyers műhold felvétel, semmilyen színezés nincs rajta, tényleg zöld volt a víz felszíne 2019. szeptemberében. És hát ott a beépítés problémája. Miért építünk ennyit a Balaton körül? Mert jó befektetés, mert jó üzlet, Mindenki szeretné biztos helyen látni a pénzét, és minél bizonytalanabb ugye a pénzügyi világ, például az ukrán háború miatt, annál többen szeretnék ingatlanban tartani a vagyonukat. Aztán a koronavírus például hozott ebben egy ugrást. Egyre nagyobb lett a kereslet második otthonként használható balatoni házakra. És végül, de nem utolsó sorban az állami támogatások nagyon sokszor éppen vízpartra kerülő nagy épületek támogatását segítik elő. Itt az történik, hogy az épített környezet be, bekönyököl a vízparti élőhelyek és a víztől kicsit távolabbi természetes vizes élőhelyek közé megszakítja az összefüggést. Rontja a rendszer stabilitását, csökkenti az alkalmazkodó képességet éppen a magas vízálláshoz. A másik tényező a tópart beépítésében sajnos az autó. Sokkal gyorsabban nő az autók száma a parton, mint az emberek száma. Nagyon sokan jönnek ide autóval biciklizni, fürdeni, horgászni. És hát az autóknak forró, száraz, nehezen átszelhető területek kellenek, kemény felületek, amiken az állatok vagy a növények magjai nehezen vergődnek át. Úgyhogy ezt az ökológiai hálózatot, ezt bizony felszabdaltuk a saját közlekedési infrastruktúránkkal, a saját épületeinkkel, a beépített területeinkhez csatlakozó kertekkel, szőlőkkel, és végül, de nem utolsó sorban, az intenzíven művelt mezőgazdasági területekkel. Mi a teendő? Mit tudunk mi magunk tenni, ha fontos nekünk a Balaton, a tónak az élő rendszere? Önmérsékletet kell tanúsítanunk. Kevesebbet kell változtatnunk ezen a rendszeren, mint amennyit a pénztárcánk, mint amennyit a jogszabályok megengednek. Vissza kell fognunk magunkat. Amit ma szerintem egy átlagos nyaraló a legtöbbet tenni tud a Balatonért, az az, hogy kerüli az autós közlekedést. Biciklivel gyalog megy a strandra, sőt vásárolni is azért, hogy ne növekedjen az autók területhasználati nyomása a Balatonon. Aki horgász, etessen be kevesebbet, célzottabban, alacsony foszfortartalmú anyagokkal. Akinek ingatlanja van, vagy ingatlanba akar fektetni, az ne a zöld terület rovására terjeszkedjen. Vissza kell fognunk magunkat. De azt is elmondom, hogy mit kap cserébe az, aki vállalja ezt a kompromisszumot a tóért. Hogyha nem csak azt a területet tekinted az otthonodnak, amit az élőrendszer rovására sikerült kiszakítanod, a házad, a kerted, a medencéd, hanem a nagy egészre figyelsz, akkor egy olyan kötődést, egy olyan otthonosságot tudsz megélni a tóval, mint én a dédapám órájával. És ez a kötődés, ez az otthonosság az, amit balatoni életérzésnek nevezünk. És ezt így és nem máshogy tudjuk megkapni. Köszönöm szépen!